Kedilek jellegű gyönyörűség, mert tényleg úgy néz ki, mint egy Kedilek autó. A country zenének vannak egyéb iránt hát változatai, hát voltak indulási alap a telepesek, meg a zsiványoknak a zenéje. Fát így meggörbítettek, az izét a tején, bőrre, nem tudom, lóbőrt kihúztak rajta, egy fát beletettek, és akkor bam-bam, pötyögött a banjo. Ez a hangszer. Meg egy gyönyörű, szerintem, és ja, tehát Gibson, meg nem tudom, Kentucky mandolin, ez meg egy Gibson változat, de ez Sigma, annak leány vállalta, tehát akkor kialakultak ezek a dolgok, egy gyönyörű, és nagyon ugyanaz a hangolása ennek a hangszernak, mint a hegedűnek, csak ezen könnyebb játszani, mert ott nincsenek bundok. Tehát, ugye, hegedűn nehezebb játszani, meg zongorán, mert az meg hosszú. Viszont meg pianinon is. És akkor kialakult a bluegrass zene, ezek a jó emberek által, hál' Isten, és mi arra tettük le a voksunkat. Zenében, ami később alakult ki, Ralph Stanley, Tex Logan, Byron Berline, Bill Morrow atya volt a bluegrass zenének, ő mandolinos volt, és tehát kialakult műzene már, több népek zenéje, ír, bevánt, skót, majd ez mindenféle népek zenéből alakult ki a bluegrass zene, amire azt mondják, hogy mint egy vagy annál kevesebb harmónia, azért nem egészen így van. Egyszerű, de bevihető. Tehát nézzük csak a Dallas filmsorozatot. Hát ott is country zenét játszanak, és attól, hogy amerikai, attól még lehet jó. Úgy szerettük meg, hogy még előtte volt ez, hogy hallottuk még Szokó rádió, meg mit van nekem, Crown rádiója volt, az már nagy dolog volt, és akkor, hogy de jó, mi ez? És akkor bementünk az amerikai követségre, és kértünk lemezt, és adtak egy Bill Monroe, meg egy Ralph Stanley lemezt, amin tényleg rajta volt a nagy öregek, akik kitalálták ezt a műfajt. És persze nem kell, mert aztán körbejárt mindenhova. Ez a két lemez, Bakelit természetesen, CD, meg ilyenek. És nem került vissza, és ezen tanultuk meg. De hál' Isten, hogy még mindig dolgozik, él ez a műfaj. Az, hogy kantizen azon belül jazzgrass, a Nashville-i stílus, ami már dob, meg szóval minden, és hál' Isten, hogy működik. Még mindig pedig se. Tehát nem nagyon volt, magát tartja el, mert egyszerűen nagyon szép és jó, és dallamos, és lehet rá táncolni.
István barátomnak és Dörner György barátomnak a nevét, akik játszottak, már fiatalabb voltam náluk, nem sokkal, de valamivel, letehetem? Igen. Ennek örök, bár szívesen imádom. És játszottak ők latin zenét, bolíviai, meg perui, meg mindenféle népzenét, akkor gyerek voltam, és Pataki István úr volt az, aki először azt mondta, hogy van egy mandolinom, nem akarsz mandolinos zenét? Gitáros, elég ügyes gyerek volt, Pataki István Kemény Gábor, aki postás volt akkor, és megvette az első Regent Vermona cuccot, hogy tudjunk játszani. Megismerkedtem a Kivitud Formot a Rottenbéle utcában Szlovák Lászlóval, aki a világ egyik legjobb ötúros Five String banjósa. A zenekarnak több tagja volt egyébként, ami kialakult a nagy ötös fogat. Melyiket mondjam először, a nagy ötös fogatot? A nagy ötös fogatot. Igen. Tehát Bocska István, Bordács Attila, Bőgős, Párnicki Ede, Phil, engedjük, Szlovák László, banjo, és jó magam. Gömbök, mint színes álmok, zsinórra fűzve. Vatta cukorvágy az életünk. Mennyi jelszó és mennyi kérdés? Hát ez nem igaz. A fő, hogy szebb jövőre ébredünk. Merre vagy hát szép Európa? Hová lettél örök szerelem? Hová tűnt a szívem? A pufajkám zsebéből. Majd a Váci út felel nekem, mi? Volt nekünk Interfolk Klub, Blue Folk Klub, Bluegrass Union Klub, Blue Folk Hajó. Persze, meg Somogyi Béla utcában volt az első klub. Mindenki. De akkor volt egy törzs közönségük is. Hát persze, hát aki szerette ezt. Hát csak azt nem szerette, aki nem volt ott. Mert nem tudta, hogy mi az, vagy mit kéne, nem volt ott ilyen egyszerű. Amíg nem evett az ember, nem tudom, káposztás buktát, addig nem tudja, hogy mit kéne szeretni, vagy mit nem. És melyik volt a legjelentősebb koncertjük? Egy zenész számára, én szerintem egy muzsikus számára, főleg, hogyha szerző, zeneszerző, meg mit tudom, és színpadra gondolja magát, meg hát oda termett valamilyen szinten, akkor mindegyik egyforma jelentőségű, én szerintem mindegyik. Legyen ott egy néző, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, ennyi nagyapa, nagyanyó, minden, meg csinos hölgyek, mondjuk az, hogy rátesz a lapát, hogy az ember akkor oda, persze, főleg a fiatal. Mindegyik koncert jelentős, mert kötelessége, szerintem egy zenekarnak kötelessége az, hogy kiszolgálja a közönséget. Jó lenne már. Akkor már volt a száz folk, kék voltak tisztességes kollégáink. Nem szerettek minket, nem tudom miért, mert tudták, hogy talán egy picit gyengébbek voltak.
mindegy, de viszont ők meg szebbek, meg magasabbak. Volt a Bojtiék, a Kemény Győző, Pomázi Zoli, mindegy. De az a lényeg, hogy még mindig vannak ők, és van a műfaj. Szegediek a Varnyu Country, meg sorolhat Kaszab Tibi, sorolhatnám. Na, elég jó barátok voltunk. Igen. A mai napig. Így van. Minden, szétszélettünk már, de mindenki tiszteli, szereti egymást, és hogyha egymásra gondolunk, akkor úgy, hogy felső fokon. De ez nem azért van, mert mi mondjuk, hanem tudjuk, hogy a közönség, meg aki ért a bluegrass zenéhez, az tudja, hogy ki az a bluegrass union. Szép volt, sokat turnéztunk, utána nyugaton is persze. Egyedül a ős hazájában nem tudtam eljutni sajnos, de még nem adom fel. Csinálni valamicskét még, hogy a Szabó G az volnék én, széles a hazámban, meg magasság, meg mindegy. Megcsinál a Szabó G és a Western Veterans nevű zenekart, és abban biztos vagyok, hogy nem fognak így aludni az emberek. Hol akarnak majd játszani? Milyen kérdés volt ez, hogy hol akarunk játszani? Mindenhol, ahol szükség van a country zenére, és a Szabó G és a Western Veteransra, mindenhol. Sőt, még lemezt is ki akarok adni öregségemre. És az ígérem, hogy ilyen lesz.